il convegno italo-austro-ungherese nella capitale magiara. Il ministro italiano degli affari esteri, Conte Galeazzo Ciano, accompagnato dal ministro d'Italia a Budapest, Conte Vinci, e dagli addetti militari, rende omaggio alla tomba del milite ignoto ungherese che sorge sulla vasta piazza degli eroi. Palazzo della Presidenza del Consiglio, dove si sono riuniti i rappresentanti delle tre potenze firmatarie dei protocolli di Roma, nella sala detta degli arazzi, per le splendide tappezzerie di Boucher che ne adornano le pareti. Ezen fenn az értekezlet tovább jelentőségét abban látom, hogy ezek a tanácskozások is tanúsították azon álláspontunknak helyességét, hogy a közép-európai viszonyok szilárdabb alapokon való rendezése Magyarország nélkül el nem képzelhető. Ugyanez vonatkozik a római jegyzőkönyveket aláírt államoknak most Budapesten megtartott és a legmelegebb baráti légkörben befolytatott tanácskozásaira is, melyek újabb tanulságot tesznek a három államnak, Magyarországnak, Olaszországnak és Ausztriának, a konstruktív és igazi békére való törekvése napján. Remélni kell, hogy a három által támogatott ez az akció eredményen fog járni, és hogy őszinte kísérletüket, mert a békét kiváltabb alapokra kívánják fejezni, siker fogja koronázni. Mi grato. Alla fine delle nostre riunioni poter confermare la mia vivissima soddisfazione per il lavoro compiuto a Budapest, in perfetta solidarietà di intenti con gli eminenti uomini che guidano i destini dell'Ungheria e dell'Austria. Questo lavoro costituisce una pietra angolare dell'edificio di pacifica convivenza tra le nazioni in Europa, alla cui costruzione l'Italia di Mussolini ha dato in questi anni ed ha con ferma volontà la sua opera. A questa soddisfazione si aggiunge la gioia sincera di aver potuto trascorrere alcune giornate indimenticabili in questa nobile terra alla quale ogni cuore di italiano è legato da antica leale e indissolubile amicizia.